Ennél a cégnél jelenleg 4 dolgoznak Nyíregyházán. Az üzlet egy magyar franchise hálózat tagja, egyike annak a több mint 15 000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégnek, ami aktívan működik. A cégünk 1996-ban alakult, akkor egy teljesen más profillal, egy multinacionális cégnek voltunk a koncessziós partnerei, viszont a válság, a 2008-2009-es válság minket is magával sodort, és hát majdnem teljesen megszűnt a cégünk. Akkor jött egy profilváltás, és a profilváltásnak az eredménye most ez a két borszak üzlet Nyíregyházán. Visszaesett a cég alapítási kedv Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országban 525 000 cég működik, a megyében pedig 15 173 élő vállalkozás volt tavaly december végén. 2014-ben 850 cég alakult, ez aztán egy évvel később 670-re csökkent. Idén az első negyedévben pedig mindössze 231 kérelem érkezett a megyei cégbírósághoz. A megszüntetések száma azonban alig csökkent. Tavaly előtt 1531 szűnt meg, tavaly pedig 1462. Az idei év első 3 hónapjában már 362-t szüntettek meg. Ez lényegesen több, mint a kérelmek száma. Egy cég bejegyzését minden esetben jogi képviselő útján kell kezdeményezni. Létesíti okiratot a társaság tagjainak el kell fogadniuk, azt alá kell írniuk, és a szükséges mellékletekkel felszerelve elektronikus úton kell a jogi képviselő útján előterjeszteni a cégbíróságon a bejegyzés iránti kérelmet. Ennek illeték és közzétételi vonzata is van. Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályoknak, abban az esetben a cégbíróság nagyon rövid határidővel, egynapos bejegyzési határidő szerinti eljárásunk is van, illetőleg maximum 15 nap határidő elteltével bejegyzi ezeket a cégeket a cégjegyzékbe. A cég törzstőkéjétől és formájától függően a bejegyzési illeték és a közzétételi költségek összesen akár 105 000 forintot is elérheti. A megyében összesen 6324 cég nem módosította az új PTK szerint alapító okiratát 2016. március 15-ig. Ugyan kaptak egy év haladékot, de ez csak azokra vonatkozik, akinek a törzstőkéje nem éri el a 3 000 000 forintot, azaz az említett több mint 6000 cég felét érinti.